86. évében január 1-én elhunyt Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatőr. Zsigmond Vilmost a San Franciscótól délre fekvő Big Sur településen álmában érte a halál az év első órájában. Az operatőr élete utolsó időszakában két filmterv látványvilágán dolgozott, köztük egy török politikus életéről szóló alkotáson. Zsigmond Vilmos élete utolsó évében sok szeretetet és számos elismerést kapott Magyarországon. 1977-ben Oscar-díjat kapott Steven Spielberg harmadik típusú találkozások című filmjének operatőreként, mert sajátos technikával a digitális effektusok korát megelőzve volt képes meghökkentő látványt nyújtani. A kiváló szakemberre egy 2006-os felvétel részletével emlékezünk. Az egyik leghíresebb fényképem az itt készült az Ercsi hajóról. Mentem egy hajóval fölfelé, Visegrád felé, és egy másik hajó jött éppen velem szembe, az volt az Ercsi, és amikor valahogy a két hullám, amikor összetalálkozott a vizen, így fölmagasodott, valami isteni képet adott, ilyen pillanatképet. Erre a mai napig büszke vagy erre a képet? Nagyon büszke vagyok erre, és főleg arra, hogy itt készült a Dunakanyarba. Most hova fog menni? Megérkeztünk ugye a túlpartra, Nagymarosra. És fölmegyünk ide a Szent Mihály hegyre, ahol én valamikor a Tibi barátommal csináltunk egy filmet, ez az én filmem volt, egy ilyen vizsgafilmem, és egy éjszakát kellett ott eltöltenünk. Uh-huh. Megkeressük azt a helyszínt. Megkeressük, ha megtaláljuk. Nem tudom, hogy megtaláljuk-e, mert 54 évvel ezelőtt volt ez, amikor ott voltunk. Utoljára? Te azóta nem voltál? Utoljára azóta nem voltam ott.